testvérem az Úrban, megkérlek, hogy ezt a tanulmányságot mondtam, imént elmondta nekünk, hogy mindenki csatolja, hogy növekedjen a hitet, mert Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörekkel ugyanaz, tegnap is gyógyított, ma is, mert a múlt héten is. Kérlek, mondd el ezt a tanulmányságot. Köszönöm, hogy vannak ez a testvéreim. Ez úgy volt, hogy a feleségem tüdődaganatra műtötték, és most rosszul mondatom volt neki a daganat, és megműtötték rá, és most a napokban CT vizsgálatom volt Pesten, itt a nagy CT vizsgálatom volt neki, és mondta az orvos, hogy be van neki gyullad a tüdője, és többi valószínű, hogy a daganat van neki, visszajött a daganat. És akkor erről CT vizsgálatok visszajött, és akkor leleteket tennap kaptunk meg, és minden vizsgálatok ugye minden rendben lett neki. Nem volt semmi daganat, semmi nem volt a tüdőm, úgyhogy teljesen el volt neki. Amen. Ennyit szeretnék csak hozzámondani, azt hiszem, hogy két ima volt csak, ugye? A feleségedre. Mikor átmentünk egyszer, a egy hétre még egyszer átmentünk, két ima történt meg csak, és már is a tüdő daganat eltűnt a tüdőről. Dicsőség az Úré! Halleluja! Amen! Drága testvéreim, gyertek feljebb! Hogy azt mondta, akkor hiszi Istent, hogyha minden lelete rendben lesz neki, és akkor a tüdőben nem lesz neki semmi baj. És azt mondta, hogy most már hiszi, hogy van Isten, mert a tüdőben nincs neki semmi baj. Halleluja! Dicsőség az Úré! Figyeljtek ide, drága testvérem, most tudj meg, még egy tanúbizottságot teszek. Mert hogy figyeljétek, milyen jó az Isten. Mindent elkövet, hogy mindenkit megbírjon fogni. Kihozta a drága testvéremet a súlyos tüdőrákból, és még ráadásul, hogy mondja az ödött testvérű, felesége azt mondja, majd akkor is Istenbe, ha ő meggyógyul. Na ezt elkapta jó Isten, ezt a szót. Na akkor én meggyógyítalak téged, lányom. Meggyógyítalak.